Szakad az első. Szakad meg. Ugyanígy nagyon vágott a baldog. Ez a téli fagyi. Téli fagyi. Gyöngyi, az a tiéd. Összetölte a tölcsér! Mekkora csoki rudam van! Sziasztok és üdvözlünk titeket itt egy közös együnk videóban. Ilyet már egyszer csináltunk Jamaikán. Először is bocsánat, most merült le és mentünk rá a mikrofonunk, úgyhogy ugye kamera mikrofonjával lesz, ha borzamos hangminőség. Hogy mondják a japánok? Namaste. Azt mondják a japánok? Nem. Ics nisan shigo no shichachu ju. Ezt így számolnak a japánok. Szóval... Mert ez ebből több probléma is származik majd. Én tudom, hai watashi wa gyöngyi desu. Szuka? Gyöngyi egy szuka! Szóval itt van egy Tokyo Drift doboz, ami egyenesen érkezett Japánból. Igen, voltak olyan okos emberek, akik leírták nekünk, hogy de tudtad, hogy Tokyo Kína fővárosa? Földrajzóra, Tokyo nem Kína fővárosa, ezt szeret. Hanem vietnámi. Elhiggyétek. Nem bontsuk ki. Nem hoztunk semmit, hogyha így... De nekem van körmöm. Na, akkor van körmöm. Na, gyerünk! Úristen! Jó, meg vagyok most már. Ez mi történt? Mi volt ez? Itt már beszakítottam. Ne cincs! Na, lehet, hogy... Hozunk egy kést, ha erről van szó. Kinga. Most már így modellat. Nem. Nem bírom én az ilyet! Nézd meg, agresszív, úristen, Gergő! Szóval ti kóstoltatok már ilyet, még nem? Én kínai édességet kóstoltam. Na, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy az is japán. Meg jamaikait együtt. Én sussam már. Szóval ebben a dobozban kizárólag japán édességek vannak. És mi van, miért van oda jó? Na jó. Szóval van. Okay. Ha szeretnétek ilyesmi dobozt, akkor ott van a link a leírásban, meg tudjátok rendelni, ez egy havi előfizetéses doboz. Ezt még hagyd mondjam el nektek. Szóval, tematikusan vannak benne az édességek, ez a hónap, gondolom a február, úgy látom, ez a szerelmesek hónapja volt, ugye? A Valentin... Jó! Na jó, okay. Ha kinyitod ezt a füzetet, valahol ott van benne, hogy milyen édességek várhatnak rá. Szórólap, számla! Számla! Hol? Lássuk csak, igen... Keresse, itt van. Itt van. Február! Snack Premium KitKat! Valami macska kaja, nem tudom. Vagy az kiteká? Az más. Kezdjük ezzel, akkor ez milyen, Dávid, olvasod? Strawberry! Snackres! De amúgy nézzétek már, ezen egy nagy... Mocsi. Ez egy nagy mocsi. Hogy nem állsz itt? Összefirkálták? Mi? Miért nem írtak rá valamit? Itt van írás, meg firkál. Nem tudom. Japán betű. Bordori úr. Kanji talán? Mindenki mosod kezed? Visszatölt. Most miért? Most köröld a gatyádba, azt nézd. Mosod kezed. Köröld a gatyádba. Na, gyöngyi. Ú, de jó értem a szagolyát. De jó eper illata van. Mint hogyha eper lenne. Nem csak szagolj. Viszi el, de vegyetek körül, és nem állszok át. Egyszerre kóstolj. Mocsi ízű KitKat. Na nekem ne mocskolódjál, ez itt epres ízű KitKat. De jó. Jézusom, ne fogjátok azért a saját kezetekkel. Úgy tagom. Mi? Még kis nyitottam. Kisre nyitottam. Fingának nem ízzük, jó már pakolja. Ez meg van olvadva. Fura utóíze, nem? Mert szerintem nem csak sima epres, hanem mocsi is. Tudod, az a mocsi az a kis ilyen... tésztagolyószerű édesség. Tudjátok, mit mondok? Epres! Amúgy nem rossz, de nekem túl édes. Nekem az utó íze nem tetszik. Nekem meg nem elég édes. Na tessék! Olyan, mint egy rágó, nem? De várjátok, mert Gyöngyi nem mondott. Úristen! Gyöngyi már mindannyian megkóstoltuk, nem fog ízni. Ne is vedd elő! Minek az? Gyöngyi! Nem bírok ki! Itt szetszik, ott úgy, jaj, de ügyes ez a láb. Addig én rápattintok egy tuti nyúzra. Biztos, ami biztos. Link a leírásban. Mondtam a kis nyelvedet, ahogy így megérintettem. Majd rázumbarunk. Tuk! Na? Beragadt a fohamba, olyan kicsit szedtem. Na, akkor tedd le. Kicsit szedtem, tedd le. Következő. Dávid választ. Jó. Én ezt, ha már úgyis itt van. Ez jó. Kérlek szépen benneteket, ez egy... Bocsi, közben elolvasom azért, hogy mi az. Ez egy... Aha! Fritolé! Ez majdnem lész. Nem ilyen rák
Ó, oh, itt van. Ez egy klasszikus Dragon Chips. Na. Ez sárkány chips. Dávid, sárkány chipset nyitok. Figyelj már, ez a húrka. De ez édes vagy sós? Szerintem sós. Igen, már egy sonka van rajta, nem? Az nem már. Ne. All the sweet valentines you wanted. Emeltek édes. Azért mondom. Menj meg, de azt mondta, hogy ne tévesszem meg a doboz. Milyen doboz ez? Hát a csomagolásnál. De rossz. Várjál, van a hátulja, és itt kell fogni. Itt kell fogni. Na várjál, hogy jól. Ojjaj, már egyre furcsább dolgokat szarunk róla. Jó erősen! Ezek a japánok erősek. Chips le. Mert szabolunk először. Jó. Szabolunk. Csak meg a fikát nem érdekel. Mint a macska kaja. Nem, mint a hal elege. Ilyen sósnak érződik. Vegyünk is, és mindenki úgy fogja, hogy a képen van, jó? Burgonyás. Itt van a képen a piktogram jelző. Csücsöket kell fogni. Így fogjál te is egy van? Hol eledel? De nem olyan szaga van. Na, tehet? Nem is édes. Hát ez édes sós, nem? Édes kés, és egy kicsit sós. Ez nagyon finom. Amúgy chipsekben és ilyen gyümölcsös gumicukrokban a japán édesiek verhetetlenek. Mi lehet benne? Hát azt nem tudom, mert nem tudod elolvasni. Szerintem a vaját nagyon érezni, nem? De nagyon jó. Ami olyan édes kis. Hol a sárkány fejem, nem látom. Olyan érzés, mint hogyha büli lenne utána a szám. Igen. Azért jöttem. Előtt. Nem baj. Nem baj. Hanem hagyd tényleg. Hagyd a chips is büdös, úgy gondolom. Megvan. Ez a reggeli szájszak szimulátor chips. Na most gyöngyön. Hogy magához húzza. Na mit egyek? Mit kívánok? Bele is nézhetek? Nem. Na azt most felejtsd. A gumicukrok nagyon jók. Igen. Akkor nem az ki. De tényleg nem az. Nem tetszik semmi, érted? Egy csomó ismeretlen cucc. Csak ismeretlen. Most csak édesejem. A mindegyiket megkóstoljuk? Meg a mink. Pont az. Na, az mink. Jó van. Epres golyócskák? Nem, de epres. Takaóka. Igen, strawberry chocoball, tehát csokis, epres, izé. Takaoka? Itt vagyom, és akkor nem kell. Takaoka, finomka? Nem tudom kivontani, nekem az előtt. Igaz. És a támogja! Na, öntök mindenki kezébe. Takaoka, golyos! Mi majd elfelezzük, jó? Gyöngyinek? Már elfelezzük ezt, jó? Takaoka! Micsoda takaoka? Hűha. Ez nagyon ízszeren. Olyan, mint a rizspufű enne, nem? Ézen nem vagy ízz nélkül, így csak ajj, ez meg édes. Egy picit így megcsapja az ember száját ez az epres íz, de amúgy ízszeren. Olyan, mint a zizi, csak ival bevonul, nem? Igen, meg egy kis eprecske. Már nagyon omlós. Omlós? Úgy mondom, hogy omlós. De régi reklám csinál. Nem ízlik. Tovább válasz. Szomjas láttam. Én választok? Helyes. Csak így alakok. Igen, csak így. Szerintem ígyük meg ezt a kávét. Van egy kávé? Nem tudom mi az. Van egy QR-kód, hogy várjátok már. Ez mint hogyha izé. Ez rágó. A kávé van, ez valami rút. Ez kávé. Hát most én nem fogok kávét főzni, este valamikor ezt elveszük, úgyhogy ez most kimarad, srácok, ha nem probléma. Szerintem ez egy magyaros csipszet. Probléma, akkor neked megfőzünk a kávét. Mutasd. Ez az. Karamell. Karamell kor. Na, kor. Nem kérek. Miért? Még meg sem kóstolod. Tehát kibontam meg. Ilyen, hogy ilyen lehetőség nincsenként van. Ezt mind meg kell kóstolni. Ezt meg kell lenni. Ez az mind meg kell. Szerintem ez nem karamellás. Szerintem csak az nem. Ez az egész. Édes illata van. Az illata van. Még szerencsé, hogy ráírták, hogy mi van benne. Amúgy, egy kis házikó, meg egy fa, villanyoszlop és púzna. Vigyorgó fel, smiley-ka. Ú, ez nagyon karamellás finom. Kis házacska, épület. Úristen, ez nagyon finom. Tudod miért? Mint az édesós popcorn lombóban. Nagyon finom. Úristen, ez nagyon. És ezt nem akartad megkóstolni? Ezt nem akartad megkóstolni? Ah, mert csak sima magyarósak kíván. Úristen, ez nagyon finom. Nekem idáig ez a. Na, nem akartam megkóstolni. Nekem a másik chips. Melyik chips? Ars. Chipsy chips. Na, én akkor itt van még egy epres, mert rég kóstoltunk már epreset. Egy ilyen epres macis doboz. Ezek jók szoktak lenni, de hát most ki tudja, hogy ez pont. Ilyen kola? Igen, de nem látom. Jó, de nem látjátok? Nem panda. Láttam valahol. Valahol láttam. Előző oldal. Mi? Ez nincs is. Srácok, ez nincs. Ez maga nincs. Erről nem tudjuk meg, hogy mi. Ez Lotte. Lotte, ez tudom mi. Lotte.
Na mindegy, bontsad! Kisázad, csak azt már nézzétek rajzolva, hogy töltött. Ez valami, bonts ki olyan jól, perforáltan, az unboxing experience. Lehet, hogy kérnek be, hasonlókat sok japán tölt. Kibújnak belőle. Ezen tonhal van. De be van csomagolva, a csomagolás van, még egy csomagolás. Amire ez ilyenek. Szerintem tonha? Vagy rák? Valami ilyen. Szerintem valami ilyen. Ja, nagyon jó. Ez koala formájú? Most nézem. És epres töltetik. És megmentjük vele a koalákat. Menj már. Tökéletes. Csatornán mentünk. Australian Koala Foundation. 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 Akkor szerintem ez azért nem került be, mert hirtelen tudod így észbe kaptak, hogy leégett Australia. Gyorsan dobjuk még ezt is belehoz. Ez már segít nekik. Vegyétek a koalákat! Sokat fog segíteni! Koalapára! Igazából és semmit nem látok! Rá van rajzolva egy kicsit koala! Szomoljátok meg! Érde jó epres illata van! Úristen, de jó! Na, ez jó! Élmény megenni a kis koalákat! De segítesz vele nekik! És mindenki más van! Figyelj, már van egy lyuk a hátuljukban! Golfozik! Tényleg, melyik koala van egy lyukat? Ő meg hátat fordít neked. Ő meg eszi a vulkánt. Ő meg mászik a fára. De jó. Ugye mi ezt kóstol? Meg? Már megkóstolt, nem az a másik mindetekből. Én már keverem annyira. Rá vannak rajzolva, hogy miket tudnak. Ezek a legjobb. Ezek a koalák nagyon finomak. Chips meg ez idáig. Vajon az igazi koalák is finomak? Következő egyik videóban meg tudjuk. De ez egy jó kezdeményezés. Megesik. Nem a koala elég, hanem a koalákat. Vagy egyébként a koalákat? Hát nem már, hát szegénykép. Az mi? Én ezt választom, bármi legyen. Valami gumicukor lesz ez, te? Igen. Almás. Mézes és almás. Gummi. Gummi. Puré! Puré gummi! Ez a híres koncski, kanró puré. De már meg puré, ehhez lehet, hogy nem. És van akaszt, hogy így föl lehet így akasztani. Hát meg gondolom, hogy a polcon úgy kiváló dísz a házba. Gummi puré! Gummi puré! De mi az első? Szagold meg. Ennyire nem jó? Zalmali. Hát az nem az. Méz. Mézes alma. Ezek amúgy nagyon finomak. Igen, a japán gumicukor. Leesett az egyik. Túl nagyon méz illata van. Azt az egyet. De mézes is. Ha te nem kérsz gummelj. Savanyú és méz. Ez jó, de a fullalma. De savanyú. De erősen érzed a... Nem jó. Na. Nekem tetszik. Külön. Nem, mint egy, hogy ilyen illatosító tennie. Nem tudom, hogy a japánok milyen ilyen tudogák. Na akkor legyen egy sós. Ez biztos, hogy ez a kis bocis sós chips. Oké, lesokkolom. Amit egy hogy érted? Én ezt bocsánatom. Ja, hogy ezt csak a tiéd? Mire gondolsz? Mi az első, ami egy chipsről eszedbe jut? Egy tehén! Nem, ezek lapocskák. Azt hittem, ez gömböcskék. Hú, de érdekes. Amúgy a chipszék nagyon jó. Ennek is rák illata van. Hát mert ők a Szigetország. Ez nem chips. Nem kérem. Ez megint puffasztott friss íze van. Hát mi más lenne? Valami, ez egy kicsit odakozmát volna. Ezt így moziba el tudom képzelni, hogy beülök. Gyöngyi válasz. Cheese snacks. Hát ez semmi köze nincs a sajthoz. De én érzem rajta. Vaj, nem. Amúgy ezzel tényleg nem éreztem a sajtot. Amikor a büdös száj szimulátornak nagyon közel volt hozzá. Ebből az, nem? Büdös szájsúlyát. Ugyanígy nagyon válgatabb az a kutya. Mondtam, hogy mindegy zsinél, hazavihetem. Kivetted a kutya fog kefét? Jacknek lesz, jaj. Most alszizik. És ez hogy ez mi? Szerinted? Nem tudom. Törjünk belőle. De ez egy kutya fog kefét. Csokosztik. Ez Gyöngyi kóstolja. Kaffi? Kaffi? Az nem, hogy caffi. Kapuszfi? Kaffi? Ez csoki klassz, hát hogy eszünk? Ez ilyen gyerekkori... Letörjük. Törjük félbe, és akkor felezzük. Ja, felezzük. Én nem felezzük. Mint ez enyém. Megadom. Én ezt nagyon szeretem, nekem ez a kedvenc. Mint egy darab Jack kaffi. Tessék, a miénk a kisebb. Ki tudja milyen. Belső. Ó, nem. Leharapom. Csoki. Fogja van. Mi ez? Ilyen kemény? Menj már! Hú, a külsője nagyon jó. Szerintem igen, harab le, Gyöngyi, harab le. Hú, ez az, így. Olyan íze van elsőre, mint a... Nagyon jó csokis. Cheetosoknak.
Mi? Nem, inkább kakaós. De maga az alap, amiben nincs játéktakar, csak csoki. Kakaó íze van, amúgy jó. Ez kutyafogkefe alapú. Csokoládé rudacskon gyerekeknek. Amúgy tényleg az van, hogy ki jön? Gyerekkori kedvenc. It's me! Jó, elmondom a sztorit, én egyszer. Kerestem egy botot a kutyáknak, ráraktam fogkrémet, és megpróbáltam megmosni a fogát. Neee, sikerült? Nem. Azóta nincs elég fogai a kutyának, kivette az összes. Nem, aztán anya meglátott, hogy mit csinálok, és mondta, hogy ilyet soha többet ne csinálni. It's veggie heart. És erre lehet írni? Lehet rá írni üzenetet, srácok, akinek veszitek. Mivel? Ezek vegetáriánus, nem, mi az vegetable, zöldség chipsek. Vega. Vega. Na. Na, meg ide, hogy na. Ide, hogy ugye nem tudom hívni. Mert hogy neked, te választottad ez meg. Amit főzik. Zöldség chips. Hú, ez a vegáknak. Ez nagyon jó illata van, és nagyon szép. És meddig jó? Tényleg jó. És meddig jó? Meddig jó? Mint egy jó saláta, nem? Vegyetek belőle. Sorit. Én a zöldet veszem ki, az lehet, hogy brokkolis is, én a brokkolit szeretem. Parancsolj. Úgy nézem, hogy többféle íz van, paradicsom, brokkoli. A zöldet megkóstolhatom? Nem. A zöld az paprika. Nem, nekem brokkoli van. Nekem meg paprika. Na jó, most akkor döntsétek. Ez zöld paprika. Ott van, akkor azért van rajta, bocs. Van rajta uborka, van rajta zöld paprika. Meg paprika. Jó. Amúgy? Jó. Ha valaki szereti a zöldségeket... Mint babatávnak tökéletes. Megrágod, beleköpöd a gyerek szájába. Jézus! Hát de tényleg olyan, mint a baba, pépesített babakaja. Addig már nem fogod ezetni a gyerekedet. Hát hogy ne. Na, itt van a hátulján! Azért mondom, hogy igen, lehet paprika is. Paprika meg brokkoli. Na, én választottam megint egy ilyen szerelmes dolgot, egy szerelmes... Mi ez? Fagyi? Caprico, strawberry and chocolate hearts. Chocolate! Csoki szívek. Eper és csoki szívecskék. Wow! Ezt nézd! És az aljára valami duma is van írva. Csak. Valami duma? Duma. Hol van? Nézd. Mi ezt itt? Mindenképp van valami rajzol, de ez egy rendes ilyen kis box. Mús milyen. Ezek tojások? Érzed az illatát? Az előbb, hogyha érzed. Nyomok ki mindenkinek. Jó. Kinyomom a szívecskét. Köszönjük Gergő, hogy kinyomtad. De jó illata van. Csokis epressz. Epressz. Oh. Nagyon jó. Milyen fura. Hát könnyű. De különleges. Mint egy epressz csoki, csak sokkal különlegesebb. De ugye rámart. Ezt láttad? A mindenit, hogy rámart. Nem láttam, nem maradtam róla, nem igaz. Majd visszanézem. Na, Dávid. Hát akkor most már láttam, hogy nagyon szemeztétek ezt a szívecskés marshmallow-t, most akkor én kivettem, és... Ja. Tehát most kakó. Ja. Kakó. Nem, kakóba kell. Ebbe kell. A kávéba. Na, bontsad. Kíváncsi vagyok, hogy az különbözik-e a miénktől, vagy dette ugyanolyan. Meghozzad a marshmallow-t? Mindent meg kell. Nem adtam. Tessék! Nem, én nem kérem! Na! De hogy nem lesz a korosítás? Amúgy ez jó! Na, marshmallow-t! Kivegyem, akkor csináljunk marshmallow-t. Tessék! Nem értettem, mit mondtál! Jöjjünk, akkor csinálni marshmallow-t! Hát kivegyük a... Ez nem olyan, amit a tűz fölött lehet csinálni. Hallod, ez a ropogás a nyakam volt, az van. Na! Na. Gyöngyi, inkább válasz! Ingem! Na! Gyöngyi, válasz! Ezt akarod? Ezt szeretnéd? Az? Igen! Ez az ultimate winter dilemma. Dilemma? Ice cream, de nem hideg. Ez a téli fagy. Téli fagy. Gyöngyi, az a tiéd. Jó. Kiválasztod rá! Törj a szét! Azt kóstoljátok ti, mi meg eszen, ugye nem kell most egymás után nyalakodni, igen. Ne! Ne, Gyöngyi, ne. Is, ne légy szíves! Ez meg szépen! Nem játszunk a kajában, máshol éheznek! Nincs összetörte a töltsér! A legrosszabb dolog! Összetörte a töltsér! Mi pedig epressütit fogunk kóstolni kinyelvet. Wow! Ó,
Jaj, de jaj, nézd már! Cukor elöntötte az agyát. Imádom! Na, Kinga ezeket szedd, akkor ez tessék. Ne törd már, harap! Mit csinálsz? Kiesik! Kiesik belőle a fehér pó. Ez egy marshmallows fagyi. Nem rossz. Fagyi. Ennek a lőzlik? Nem olajos a tésztája, utálom ezeket, még nagyon olajos tésztája van. Na és az milyen? Marshmallow van a fagyiban, ne szórakozz már, és azt így eltörted. Brutális ez a csaj. Nincs benne semmi. Amúgy ez annyira nem illik össze a tölcsérnek az a... Az a marshmallow-val? Igen, a marshmallow-val, hogy... Ez valami konditermiszer? Hát a tiéd. Nézzétek már, konditermiszer. Ez a tiéd, Dávid. Ez pedig a tiéd. Dávid, ez a te rudad. Neked adtam. Miért? Ez a Chocobet. Tiéd. De miért én rudam? Ez pedig a Black Thunder. Na ne próbáljuk ki még annyian. Hát ez... Nem bírok már ennyit. Nem sem bírom, hát te is megzápultál már ezért. Jó, ez így jön szép. Sokat kaptam, gyerekek. Hát rám jön a por. Úristen, ez de jó. Mekkora csoki rudam van. Ez egy nagy túró rutka. Csak be nyugodtan. Szokom lerúlva a csokit rám, úgyhogy azt mondom. Nem bírom, mert könnyezek. Na, és hol a tefej? Ez valaki kéri ennek Oreo van csokiba. Amúgy ezt figyeljél már, ez egy sima piszkóta bevonva csokiba. Nem nagy durranás. Széva fogam? Hát valljuk be, nem nagy durranás. A csoki rudam nem nagy durranás. Ekkora, ez van, ennyit tud a csoki rudam. Most mit csináltunk ide amúgy körülbelül 15 perc alatt? Na. Na, kinek melyik volt a kedvence? A tudi. Nagyon helyes. Amúgy valamelyik chips. De már elfelejtettem. Én nekem a... ez nagyon jó volt, a karamelles chips. Ez is nagyon jó volt. A maci kóra. Nekem ez a Black Thunder is ízlett, ez egy csoki Oreo-ban. Fordítva, csokiban Oreo. És melyik volt, ami borzalmas volt esetleg? Hú! Az összes mindig. Hát ez a Rudi, és a Dávid Rudi. Ez a Rudi, ez valami szörnyű. Ez az almás. Az neked nem ízlett? Ez nekem nagyon nem ízlett. Annyira ilyen, nem tudom, nem voltak jók az íz kombinációk benne. Meg nem is tudom. Nekem ez a fagyi is béna volt. Ja, én még azt is sem bontottam már. Na, azt bonts csak ki. Lehet, az lesz a legjobb. Vagy a legrosszabb. Melyik volt neked ez a törcsicsi is? Gyöngyi, te úristen, mit csinálsz azon a csomagolással? Na itt van, kismalac. Megnyitott! Az van rajta, az van rajta! Kismalac! Hát ott van rajta a malac! Azt hittem, beoltottam ők! Igen, hogy nem is kismalac! Nem, ott van rajta, ez malac! Már is kisvizet purkál! Mi? Akkor mondtad neki, hogy hozz már egy kisvizet purkál! Ez a kismalacos ilyen? Na, kóstolom! Roll cake! Az izé, piskóta te kell csak kor. Úristen, az az én kedvencem. Mondd, hogy jó. Ez egy szakszerű vélemény volt. Jó, vagy semmi köze az igazi. Ugyanaz a vélemény? Hát... tovább. Én nem kérdezik, hogy ezek után... Vanília pudingos izé. Kell ezeket? Kell ezeket valamit? Hogy tetted? Kell ezeket? Nem rossz, nem rossz, de... Jó, könyv, mert a szemedbe. Kész egy kis effi? Kell. Na jó van. Várjatok, gyorsan kihozóra. Szóval srácok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Reméljük, ti is annyit nevettetek, mint mi, mert mi halálra röhögtük magunkat. Ha tetszett nektek, beresettek egy lájkot, csekkoljátok leírást, ugyanis ott van a többiek csatornája, Instagramja, ugye Kingának az Instagramja van ott. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hát találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Köszi srácok! Sziasztok! Sziasztok!